Volt már börtönben, Tony? Én? Börtönben? Ne. Elmegy úgy intézetben? A Dili házban? Most ezen a hajón. Nincsenek homoszexuális hajlamai? A fiúkat szereti? Szokott nőnek öltözni? Mi baj van velem ennek a hapsinak? Vagy hülyéskedik? Feleljen a kérdésre, Tony. Oké, nem. Jól van? Nem vagyok buzi. Volt letartóztatva csavargásért? Kábítószer miatt? Nem, soha. Marihuána, heroin? Nem, sem. Kokain? Nem. Hogy szerezte ezt a csinos kisebb helyet? Macskával virkózott? Ilyen sebb helyet nem csinál semmiféle cica. Kisrác koromban szereztem, tudja? Látná a másik srácot. Az anyja se ismert rá. És ez? Ez csak egy hülyeség. Akkor szerelmes voltam. Szerelmes a fenét. Nem egy ilyen jelet láttunk már. Ez olyan kódféle, amit a sitten használnak. A vasvilla gyilkost jelent, vagy ilyesmit. Vagy mesél nekünk valamit erről, vagy már is mehet a zsukkocsiba. Oké, beismerem. Egyszer ültem valamennyit. Dollárt tettem feketén. Nem nagy ügy. Vicces fiú maga. Ez az igazság. Egy kanadai turistától. Mit csinált vele? Kirabolta? Vigyék innen ezt az embert. Mi van, nem hisz nekem? Gyerünk kifelé. Kérdezzek valamit. Maga kommunista? Maga mit csinálna? Ha mindig előírnák, hogy mit tegyen, mit gondoljon, mit érezzen. Olyan lenne, mint a birka? Mint a többiek oda át? Be! Nem hallgatom tovább a hülyeségeit! Igen, dolgozna 8-10 kibaszott órát naponta, és nincs semmije. És minden sarkon ott a rohadt zsaru vagy spicli, és nézi, hogy mit csinálok, meg hallgatja, hogy mit pofázok. Reggeltől estig csak polipot eszünk. Az a kibaszott polipára fülemen jön ki. A kibaszott orosz cipőtől tropára megy a lábam. Mit szólna ehhez? Maradtam volna ott nyugton a seggemen? Nem vagyok közönséges bűnöző. Nem vagyok egy kurva tolvaj. Tony Montana vagyok, politikai elítélt Kubából. Én ragaszkodom a kurva jogaimhoz, most. Ahogy Jimmy Carter elnök is megmondta. Oké? Látnia kéne Carternak az ilyen pofákat. Mit szólsz hozzá, Harry? Egyetlen szavát sem hiszem el. Mind ugyanazt hajtogatja. Castro ránk küldte ezt az egész ganét. Vigyétek ezt a csicit a táborba! Majd ott utána néznek a dolgainak, vigyétek! Küldhetnek, ahova akarnak, ide, oda, amoda. Én szarok rá. Semmi olyat nem csinálhatnak velem, amit Castro már meg ne csinált volna. Semmit!